Tisztelt abaui és zempléni polgárok! Mint Abaú és Zemplén 98 településének országgyűlési képviselője, 2017-ben is sokszor találkoztam önökkel. A mögöttünk hagyott esztendő is sok-sok küzdelemmel telt el, kinek könnyebben, kinek nehezebben. Mégis leküzdésükben mindannyian érezhettük az összefogás erejét. Először is szeretném megköszönni önöknek, hogy egy szívvel és egy lélekkel álltak ki ismét a nemzeti konzultáció során a kötelező betelepítés ellen, ami tovább erősítette a nemzet egységes fellépését a brüsszeli bürokrácia ellen. Magyarország mindeddig megvédte határait, Európa biztonságos szigete voltunk 2017-ben is. Tisztelt választópolgárok! Köszönhetően a magyar emberek teljesítményének 2017 a gazdasági növekedés éve volt. Sok családban nőtt a jövedelem, jelentős fizetésemelések voltak a verseny és a közszférában egyaránt, emelkedett a minimálbér. Aztán 4% alá csökkent a munkanélküliség. Hála Istennek egyre több pénz maradhatott a családok zsebében, köszönhetően a családi adókedvezményeknek. 2017-ben még több fiatal család tudott új otthont építeni, vagy éppen vásárolni, mert az otthonteremtés ösztönzését megdupláztuk. 2017 a pályázatkészítés és tervezés éve volt. Örömmel láttam, hogy a legtöbb önkormányzat a 7 kistérségi összefogásnak köszönhetően több száz pályázatot nyújtott be, közel 32 milliárd forint értékben, amik elbírálása, reméljük, jövő tavasszal befejeződik. És most láttam igazán, hogy Abaú és Zemplén polgáraiban, önkormányzataiban mennyi terv, mennyi vállalkozói kedv és akarás van. Már előre látszik, az előttünk álló év a pályázatok megvalósításának, az építkezéseknek és a beruházásoknak az éve lesz. És úgy hiszem, hogy Zemplénben és Abaújban jövőre nyugodtan kitehetjük majd az építési területtáblát. Sok-sok éve vártunk erre. Az idő rövidsége miatt ízelítőként csak a választókerület városait szeretném kiemelni. Például Abaújban Encsen végre megépülhet az uszoda, és egy új tornacsarnok épül, kerékpárutak kialakítására kerül sor, megújulnak az oktatási intézmények. Aztán Göncön teljes felújításra kerül a polgármesteri hivatal a városközponttal együtt, Abaújszántón pedig új városközpont épül az új óvodájával együtt. Zemplénben, Újhelyben és Patakon összesen közel 8 milliárd forintból folynak majd a munkálatok csak a jövő esztendőben. És hadd említek néhányat ezek közül, például az újhelyi Magashegyi Sportcentrum és a pataki Végardó fürdő több milliárdos fejlesztése, én úgy vélem, hogy az egész Zemplén idegenforgalmát fogja majd szolgálni. És a két városban 1 milliárdból bővíthetik az ipari parkokat. Aztán Cigándon végre megépül az új uszoda, megújul az iskola és az óvoda, és jelentős turisztikai és ipari park beruházás indul. Pálházán végre új tornacsarnok épül, megújul az orvosi rendelő, és úgy vélem, hogy mindezek a fejlesztések az itt élők kényelmét és természetesen a térség turisztikai vonzerejét is növelik, amivel új, minőségi munkahelyek jönnek majd létre. Tisztelt választópolgárok! 2018 az abaúi és a zempléni infrastruktúra megújításának az éve is lesz. Az utolsó szakaszához érkezett a 20 éve várt Újhely Mezőzombor vasútvonala villamosítása. Talán már önök is látják, hogy állnak a tartóoszlopok, hála Istennek. Aztán Tornyos Németinél megépült az M30-as első szakasza. Én úgy vélem, hogy mindezek annak is köszönhetőek, hogy a térség települései, vállalkozói és civil szervezetei képesek voltak érdekeik összehangulására. És ez lehet valóban a záloga annak, hogy közösen fejlesszük tovább Abaú és Zemplén gazdaságát, és hazavonzzuk a fiataljainkat és a vidékre települni vágyókat. Tisztelt választópolgárok! 2018 tehát a beruházások nagy éve lesz. Folytatva a közös munkát, engedjék meg,
hogy ezzel a pohár tokai borral kívánjak minden abaúji és zempléni polgárnak a határ mindkét oldalán boldog új esztendőt. Isten éltesse Önöket 2018-ban is!